Sziasztok! Ez itt újra egy filmtáradás, egy ma is egy premier filmvel, hogy nem más, mint az Államdoktor, ami jó sokan tudhatjátok, a Ragyogásnak a folytatása, a Ragyogás 2, Stephen King nagyszerű regényének folytatása volt, 2008-ban jelent meg aztán külföldön először, aztán ugye a 10-es évek elején Magyarországon, amely egyébként vegyes fogadtatással kritizálódott, ugyanis hát valakinek eléggé tetszett, valakinek még nagyon nem. De egyáltalán nem volt kimagaslan pozitív a visszhangja. És elnézést, hogy egy kicsit furcsa hangot, de mindig nem ment le ez a hagymadara, most már remélem, hogy lassan-lassan el fog tűnni, de se nem fulladta meg tőle, meg nem is van légszomjam. Úgyhogy remélem, hogy nem ment félre. Na minden esetre tovább folytatva a Ragyogás, az egy akkora klasszikus volt, de mind regény szempontjából sok számára mind ugye a klasszikus 1980-as Stanley Kubrick film esetén, hogy hát miért a folytatást nem sokan vártak volna, főleg a sokak szerint középszerűnek vélt Államdoktor regényből. De azt kell mondanom, mint amely például a Player.hu kritikán is megállja a helyét szerintem, hogy jobb, mint a regény, bár én nem olvastam, de ott akik írták a kritikát, ők olvasták a regényt, és kíváncsi is voltam, hogy egy ilyen filmnéző az hogy tud hozzáállni, és neki is nagyon tetszett, azt mondta, hogy jobb, mint a regény, és talán én is ezt éreztem, hogy ezért lepett meg akkor ennyire a film, mert amit minimálisan belolvastam régen a könyvbe, és amit olvastam róla, az nem mutatott ilyen jó teljesítményt. Azt kell mondanom, hogy a rendező, akit hát ismerettek már nagyon sok filmből, sorozatból, és főleg horror rendezőként van jelen, hát leginkább olyan filmeket szokott készíteni. Ő képes volt arra, hogy az egyedi saját stílusát belevigye ebbe a filmbe, ezáltal egy kicsit ilyen művészi szerzői is vált valamilyen szinten. De mindemellett pedig egy nagyon jó nézőcsalogató blockbuster film is, csak nem a tipikus ijesztgetős horror fajtából, hanem abból a fajtából, mint a leginkább talán a régi Ragyogásból, illetve mondjuk a Boszorkány című filmben láthatunk, ahol egyébként mondani valók is voltak az alkoholizmusról, például hogy az eredeti Ragyogásban, vagy egy család drámájáról, ugyanígy a Boszorkányban is volt egy család dráma, és a vallásnak a feszegetése minden oldalról. És az ilyen horrorokat szeretem a leginkább, vagy thrillereket akár, mert főleg ez egy thriller egyébként az Államdoktor. De vannak benne horror elemek, egy kis akció, dráma, mondani valók az elmúlásról, a halálról, a halálfélelemről, arról, hogy hogyan térünk át a túlvilágra félelmekkel vagy sem, arról, hogy választjuk el halhatatlanságot, és ha igen, miért, és hogy mennyire éri meg azt választani, hát ezt főleg a gonosz oldalon láthatjuk, hogy annyira azért talán nem, és hát, hogy milyen súlyos árat fizetnek azért sokan, hogy a halhatatlanság az ugye, ezek a gonosz karakterek, az igaz, húha, törés, vagy nem is tudom, igaz, mi volt, nem, most pontosan hirtelen jut eszembe. Ez egy ilyen csoportosulás volt, amelyek a gonosz figurákat jelentik itt a történetben, amelynek vezetője Kalapos Róz, magyar fordításban, mert furcsán hangozhat, de hát ez az szó szerint. És Rebecca Ferguson játszva, hát szerintem egyébként nagyon jó választás volt, egy új szint visz ebbe a gonosz bagásba, de nem csak ő, az egész csapat. És nagyon érdekes, ahogy őket egyébként alkalmazták, hogy sokszor majdnem jó, hogy nem ilyen szimpatizálható módon alkalmazták őket, és náluk is megjelenik a félelem, nem csak a jó oldalon, náluk is nagyon sok olyan tulajdonság megjelenik, ami olyan emberibbé teszi őket, és sokan az emberibb gonoszokat hiányolják a filmekből, és szerintem itt ez pont egy jelen volt most ebben a filmben, ez ott az egyik meglepetés, a rendezés sajátos rendezés a stílusán felül. Mike Flanagan ugye korábban csinálta ezt a House on the Hill, vagy nem is tudom, Hill, valahogy valami ilyesmi címe volt a sorozatot. Én ahol belenéztem, sokan dicsérték, de nekem egyszerűen annyira nem tetszett, nekem túl átlagos volt, túl a szokásost kaptam ezzel, nagyon rossz volt szerintem a casting, a véleményem meg a színészek játékát, tehát nekem fele más volt, de abban is láttam azt, hogy a rendezés az nem volt a rossz pontokban. És hát a korábbi filmben aztán meg főkép ugye volt a Geralt játéka, vagy Geralt's Game, ilyen, amiből szintén volt egy eredeti Stephen King regény, és ezt adaptálta egész jól, bár nem csináltam róla bemutatót, de nem volt rossz, bár ott is én azt mondom, hogy maga a sztori nem volt olyan vastag, mint amit szerintem a film elnyújtott. A Hill House szelleme így volt a magyar címe, az pedig, mondom, nekem kicsit velem más volt, de a rendezése ott sem voltak gondok, és azután vállalta el, és adta oda a
Stephen King a rendezést, a forgatókönyvírás és a vágást is Mike Flanagan rendezőnek, ami elég durva. Egyszer ennyi mindent kellett megcsinálni, és szuperül tette a dolgát. Nagyon-nagyon szuper. Ez az egyedi sajátos stílus az a film felében kétharmadában jelen, amikor is keveredik a dráma, horror, thriller, és a Stephen King féle emberi mondani valók sora. Az emberség tematikája, úgymond fogalmazunk így, az emberség, embernek lenni, az emberség mi voltja, nagyon filozófikusok legyünk, azt szerintem meg is benne volt a halálsoromban, a reménynavaiban, és itt is fel ötlik, és valami szinte talán még a ragyogásban is minimálisan benne volt, és ez is nagyon jó, hogy ez benne van, mind a mellett nagyon érdekesen és szépen is van fényképezve a film. Tetszik, hogy a belekúszik a nézőnek a, ugye a képzelő erejébe, hogy mondjuk lát egy rész, legyen csak egy természeti rész, vagy fényképezték, és hogy mi lehet a körülöttem, még azon is elgondolkoztam, mert annyira megfogtak a képek, hogy egy egész tágabb világot képzeltem, mert sokszor, mint amit ott láthattam a vászton, de egyébként hangulatos helyszíneket is találtak, mind a gonosz csoportnak a, hát a fűhadiszállással lehet is fogalmazni, bár ők ilyen utazó népség, értelemszerűen, mert mindig máshol mentek el, lelkeket kiszipajozni igazából, ezt az előzetesben is láthatjátok, azoknak a lelkét és az erejét, és egyben a félelmét, a félelmével az erőjük, vagy az erejük, vagy a lelkük erősödik, és nő, és a ragyogás, az pedig úgymond ki siklik belőlük, és ezt szívják magukba a csoport tagjai. Igaz kötés, aztán az a nevük most eszembe jutott közben, és ettől lesznek örök életűek. És sajnos, érdekes mondat is elhangzik a filmben, hogy a modern világ miatt legyen az a telefonok, a Netflix, a nem tudom miknek az oka, de már kisebb, úgymond erejű, illetve terjeszkedésű azon emberek, különleges emberek száma, akik a ragyogással rendelkeznek. Ugye ilyen Danny Torrance is, akit itt nagyon egyszerű módon a filmben láthatunk újra fiatal korában is, nem sokkal a ragyogásban látott események után az anyukájával, és mind a két színész eléggé hasonló kinézetű volt, és elég jól játszottak, szóval tök jól casting voltak itt is, ahogy az egész filmben Ewan McGregor a felnőtt, Danny Torrance-ként aztán pedig szuper volt. Egyről a szinkronja volt nekem fura, Martin Freeman leggyakoribb szinkronhangja volt, és inkább az egyáltalán nem illett annyira hozzá. Az előzetesben az volt, aki legtöbbször szokott lenni, a Star Wars alatt is volt, nem értem, hogy miért nem ő maradt végül. De a szinkron bakik kiismerültek igazából, mert minden más karakternek nagyon jó szinkronja volt szerintem. Ferguson karakterének is kalapos Rose-nak is lehetne még sorolni. És hát ahogy itt rendez Mike Flanagan, az inkább azokat a horrorangokat fogja úgymond felhevíteni és örömmé formálni, akiket az ilyen lassú vonulatú horrorok, illetve azon típusú horrorok úgymond hát szórakoztatnak, amely például a boszorkány, a ragyogás, hogy említettem, vagy például mondjuk ez nem horror, teljesen a boszorkány nyok című 1990-es Roald-dol gyerekregény, de fiatal szemmel, gyerekfejjel majdnem az is az, amelyek misztikusabbak, érdekesebbek, egyedi látásmódot mutatnak. Nem simulnak be a mai szokásos jumpscare horrorok közé például. És valami egyedi rendezési stílusuk is van. Jó fényképezéssel, nagyszerű casting a színészekkel, és ami nagyon jó, egy jól vezetett, átfogó és lezárt kerek egész sztori, valami ugyan minimálisan egyébként talán akár folytatható is. Erre tettek utalást nemrég a film készítői, főleg a rendező, hogy Kingán már a folytatás lehetőségről beszélnek, bár ugye regény ez nem volt. Ez érdekes lenne, hogy mennyire lenne beleerőltetett, vagy sem. És, de mégis a film külön nézve is egy kerek egész. Jóval láthatok a ragyogást, de nem teljesen kötelező nagyon szerint. Nagyon sokszor visszautal rám az elején is a film, az utolsó fél óra pedig a finálé az ugye gyakorlatilag a szállodában játszódik, és amit nem tettek, vagy nem mertek megtenni az eredeti ragyogásban, a szálloda sorsát tekintve, ennél többet nem mondok, nem tudom, sokan tudjátok, hogy mi lett volna igazából a ragyogás végén a szállodával, azt itt megtették. Ez is egy ilyen kis érdekes pótlás volt. Talán ezért is tetszett Kingnek annyira jobban ez a film, mert ahogy mondtam, nagyon sok olyan dolgot bepótolt, amit az eredeti 80-as ragyogásban ő nem szeretett. Mi meg mondjuk imádtunk, ahogy megoldott a Kubrick. Ezért mondta, és a rendező próbálta összesülmíteni a filmet úgy, hogy egyszerre tetszen Kingnek,
a folytást illetően, tehát az állandó doktor részét tekintve, viszont tartalmazza egy kis újat is, az ő rendezői stílusát, és hát legyen benne egy Kubrick tisztelgés, hiszen neki valószínűleg nagyon tetszett a film, hiába is rakta bele, ellentétben a TV-filmes változata 97-ből. A film 2,5 órás, ami először azt gondoltam, hogy hú, de nagyon hosszú lesz, de igazából lepörgött előttem, úgyhogy alig vettem észre. Ezt hozzá kell tenni, hogy vannak lassító részek benne, mert maga a sztori ez nem annyira vastag, kicsit vékony ahhoz szerintem, hogy 2,5 órát így kitoljon. Ez főleg a közepén érződik meg a filmnek, de összességben azt kell mondanom, egyáltalán nem néztem az órámat, nem feszegtem, tök jó élmény volt, és ez manapság ritka egy 2,5 órás film esetében sajnos. A zenét is nagyon jól adagolták, amikor előköszönt a klasszikus ragyogás zene, például ott a finálé előtt az valami iszonytatóan jó volt és hangulatos és nagy feeling, de voltak sajátos, hát sokszor csak zörejek, inkább ilyen hangszerű effektek, semmi zene volt, de nagyon hatásos volt mondjuk például az igaz kötés csoporthoz kötődve, vagy Dennyhez, ugye az a lányhoz, akit meg is fel a legegyik legerősebb, a legerősebb ragyogás képesség rendelkező személyként is ismerhettünk meg, Abráról, Abrakadabra, és nekem tetszett egyébként a lány, és féltem tőle annó, hogy rosszul castingolják a gyerekszínészeket, legtöbbször így szokták sajnos, de ő egy nagyon jó választás volt, és nagyon hozza az eltökélt képességeit, elég jól kiismert és céltudatos kis fiatal lány. Véleményem szerint. Ewan McGregor ugyanúgy nagyon jól hozza Dan Truss, aki eleinte lezűrült alkoholista, és próbál ebből kilépni, majd elhelyezkedik egyébként egy ilyen hospice intézetben, és hát ott elég sok érdekes dolgot megtudtunk, mint a halálsoronban is volt, ugye a halálról, a halálnak az elfogadásáról, nagyon érdekes monológok vannak ott, és az egérke utáni halálsoronban volt, egy cica állott még a középpontban, kívül meg van karakterén kívül, de nem kívül. Előjön még egyébként a Tony, ha ismertétek a ragyogásból, akkor tudhatjátok, hogy ő kicsoda. Néha úgy róla is szó van, erről tűnik egy csomó olyan karakter egyébként, akit a ragyogásban is láthattunk, némely akár meglepő is lehet egyesek számára. Némelynek a megoldása kicsit fele más volt, de hát egyszerűen tudták volna máshogy megoldani, mert egyes karakterek már meghaltak, vagy a színész meghalt, vagy valamelyik színész nyugdíjba vonult, de mégis meg tudták oldani azért szinte az összes felelhető karaktert, akit igazán fontosnak tartottak. Természetesen a legikonikusabb helyszínek is előtörnek, előjönnek újra, mind a hotelből, mind egyébként szerintem az új államdoktori részből, a film első két harmadából is vannak nagyon emlékezetes jelenetek. És nagyon durva a film, annak erre sokszor mondottam dráma, foglalkozik az alkoholizmussal, a család kérdésével, az, hogy egyedül felnőni, vagy ugye nem rendes teljes családban milyen hatásokkal jár. Az is előkerül, vége fele képzeljétek el, hogy egy apa, a férfi szerepe igazából manapság mi is a családban, és ezt negatívan próbálják megfogni, hát gondolom mindenki fog ezzel egyetérteni, de hogyha látjátok azt a jelenetet, értitek, hogy miért van ez így benne. Nagyon sok kérdéskör ott van a thriller, főleg egyébként legtöbbször thriller van, bár amik néha történnek, szóval elég horrorisztikusak, nem mindig mutatják közvetlen közelről, de hát amik itt történnek akár gyerekekkel is, hát az nem 12 éves szemnek való, vagy az alatt, az biztos. A film 16-os volt, de ez a minimum szerintem, amit adhattak neki. Mert azért vannak durva jelenetek, emiatt teljesen érthető, hogy horrornak titulálják a filmet, még hogyha nagy részben inkább thriller. És még egy kis akció is vegyült a film körülbelül majdnem kétharmadánál, úgyhogy igazából minden van benne, ami számít, és ennek ellenére ez az egyben egy nagy részt működik. Mondom, annyi a hibája, egy kicsit lelassul olykor, illetve talán azt mondanám, hogy Abra kislánya szinte már túl erős, ami szerintem kicsit elvesz az éléből a filmnek. Meg talán az is, hogy nem ismerünk meg nagyon sok hátteret azért az igaz kötés létrejöttéről. Egy utalás van a film vége felé, Karapos Rósztól, hogy lehet, hogy van még egy feljebb menő volt főnöke is annó, vagy aki vezette legalábbis ebbe a igaz kötésbe, de hogy most ki az, azt nem tudjuk meg, lehet, hogy ez lesz majd a folytatás alapja. Tehát vannak olyan dolgok, amikről max utalást kapunk, pedig érdekesebbek lennének, és jól lenne megismerni, lehet, hogy pont ezt adogatják az új részre majd.
Aztán talán még kicsit negatívum benne, hogy nagyon sokszor önismétlő a zeneileg, hiába jó hangulatú, nem nagyon változatos, plusz, ami kicsit erőltetett volt sokak számára, és most már azt mondom talán kicsit, hogy nem is hiába, hogy az utolsó részben, a fináléban szinte olyan, mintha egy ilyen szállodabejárást látnánk, kicsit elvesz az éléből a dolgoknak, mintha csak egy ilyen nosztalgia vasútra vinne minket a rendező, és ilyen turisztikai jelleggel érződik ez majdnem, tehát nem annyira horrorisztikus a thrilleres jelleggel, hanem hogy ah, itt is jártam, ahol ez is tudjátok, és ez történt. Még kicsit talán erőteljes sem túl van ilyen szempontból ezt tolva, de összességében egyáltalán nem baj visszatérni a hotelbe, sőt, egy nagyon jó finálé volt, egy nagyon jó film felépítése, mert a fináléra is épül fel, de mindeközben nagyon logikusan felvezetve oda az utat, csak kicsit elnyújtva véleményem szerint. És ami nagyon logikus volt, a képességek használata, és nagyon látványos. Ez mind a fényképezés, mind a megvalósítás módjára is értem, és a színészek is nagyon jól asszisztáltak mindehhez. Nagyon jól látható, hogy kinek miért, milyen más képességei vannak, hogyan használja, milyen trükkösen vagy nem trükkösen használja. Nagyon ötletes volt, és akkor egy kis X-Men életérzés is lehet a filmben, de attól kicsit másfajta képességekre is kell gondolni. De nagyon ötletes volt, hogy ezeket megoldották. Tehát rég láttam ilyen ötletes, mint képesség, vagy szuperképesség metódus, mint itt szerintem, és főleg ahogy ezt megvalósították, ez is nagyon tetszett. Úgyhogy én a filmnek egyébként adnék egy ilyen 85%-ot, mert nekem nagyon tetszett. Most lehet, hogy benne is van a top 7 vagy 10, vagy nem tudom, milyen Stephen King listámban, úgy vélem, egész jól sikerült. A lezárása, ami nekem egy kicsit még olyan, hát ha nem is semmilyen volt, ezt nem mondanám azért, annak is van egy íve, magának a lezárásnak szerintem a filmben, de olyan kicsit hirtelen volt, és kicsit mégis azt mondom, hogy valahogy semmilyen, pedig volt egy mondani valója annak is, hogy a filmben nem is egy mondani való van. De az még valahogy nekem annyira nem nyerte el a szívemet. De nektek szerintem el fogja a film nyerni, mert nekem is nagyon tetszett. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlom, nézzétek meg újra a Danny Torrance-t és a Panorama Hotelt. Sziasztok!